Köszöntöm Mézinket, köszöntöm a stúdióban Harsányi Gábort, a kötőműszaki igazgató helyettesét. Tisztelettel köszöntöm a Karcak TV nézőit. Azt gondolom, hogy sokaknak nem kell önt bemutatni, hiszen ismerik, de a beszélgetésünknek az az apropója, hogy új pozícióba került januártól. Ehhez szeretnék köszönni és gratulálni. Köszönöm szépen. Beszéljünk az elmúlt közel 20 évről, amit itt Karcagon töltött. A gyermekkorában hogyan jött arra, hogy most vízügynél szeretne dolgozni? Volt esetleg valami olyan családindítatás vagy hatás, ami erre a pályára sodolta? Hát az első találkozásom a szakmával, hogy úgy mondjam, az egészen korán megtörtént. A családnak egy ilyen nyugdíjas barát egyébként a kötivizik dolgozója volt korábban. Ő elvitt magával a kiskörére a tót megnézni, illetve a Tiszatavat, ami akkor már tizenéves koromban is elvarázsolt, és élmény volt gyakorlatilag magát látni, illetve a kiskörei vízlépcsőt, de úgy különösebben ezek után nem foglalkoztam vele. Egészen a pályaválasztásig, amikor tudtam azt, hogy mi nem szeretnék lenni, azt nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni, azt tudtam, hogy mi nem szeretnék lenni. És ezek milyen szakmák voltak? Hát ügyvéd, orvos, közgazdász, ezek úgy nem vonzottak, ezek a foglalkozóják. És az én pályára kerülésemet, vagy azt, hogy itt vagyok a vízügyi vonalon, azt több véletlennek nevezhető esemény is befolyásolta, ami utólag belegondolva talán nem is volt véletlen. Ezek közül például az egyik az volt, hogy véletlenül fültanúja voltam egy olyan beszélgetésnek, ami tulajdonképpen megindított ezen a pályán. Ugye édesapámnak az utolsó munkahelye ez a Szolnok megyei vízművállalat volt, ő onnan jött nyugdíjba, és mikor már nyugdíjas volt, akkor eljött egy volt munkatársa szakmai segítséget kérni valami szivattyújavítással kapcsolatban, és ennek a beszélgetésnek fültanúja voltam, és rájöttem, hogy ez engem érdekel. És ugye ezután jelentkeztem Bajára, a Bajai Főiskolára, ami a vízügyi ágon belül a legelismertebb felsőoktatási intézmény, ugye, és most jelenleg a Nemzeti Közszolgálatán Víztudományi Kara, és hát ott ugye oda jártam 3 éven keresztül főiskolára, és az, hogy én hogyan kerültem a karcagi szakaszmérnökségre, az szintén ide köthet. Az első év végén teljesíteni kellett egy 6 hetes nyári gyakorlatot, amit én úgy döntöttem, hogy megosztok a karcagi vízmű, illetve a kötivízi karcagi szakaszmérnöksége között 3-3 hétre, és az akkori szakaszmérnök, Tóth Károly, árnyai alá vett, és nagyon megörült annak, hogy egy Bajára járó hallgató érdeklődik a karcagi szakaszmérnökség tevékenysége iránt. Gyakorlatilag ugye ő mentorált engem a szakmai gyakorlat során, a diploma dolgozatomnál volt külső konzulensem, és hát nagy örömmel fogadott 2004-ben, amikor a diplomámat megszereztem. Az elmúlt években mi volt az a legnagyobb kihívás, amikor még Karcagon volt, hiszen voltak nagy belvizek, amire mi is emlékszünk, de voltak asszályos részek is, évszakok is. Mit kellett a legnagyobb olyan beavatkozást végezni, amit ön itt irányíthatott? Hát ugye gyakorlatilag a karcagi szakaszmérnökség területe ugye jellemzően síki terület egyértelműen, és itt a belvizek alkodóak ezen a részen. Rengeteg projekt előkészítésébe és megvalósításába vettem részt, amivel ugye már a jövőtálkodás jövőjét alapozzuk meg itt a területen. Ugye ezek jellemzően vízrendezési célú, tehát belvizes célú projekt voltak, azonban mindegyekben volt olyan vízvisszatartó műtárgy, vagy a vízvisszatartást, a területen tartást segítő létesítmény, amivel olyan komplex rendszereket lehetett létrehozni, amik megfelelően szolgálják az elkövetkezendő idő vízgazdálkodását. Tehát ezt komplexen átlátni. Tehát ez nem is egy ilyen íróasztali munka, akkor ezek szerint, hanem rendszeresen kint van a területen. Igen, igen. Tehát eleve a kezdetektől fogva azt tetszett meg a legjobban a munkában, hogy ez nem klasszikus értelemben vett kizárólagos irodai munka, ahol reggeltől délutánig csak az irodában kell lenni, hanem rengeteg területi jelenlétet igényel. Eleve a problémák megfogalmazása, átgondolása, megoldási javaslatoknak a felvázolása. Azt gondolom, hogy azért a kötivizik egymagában kevés lenne, ehhez kellene az a területen lévők, az önkormányzatok, ez egy sok szereplős történet.
Igen, tehát ugye tulajdonképpen, mivel az ember fiziológiailag is kötődik a vízhez, hiszen testének nagy része is tudatalatt is vonzódik a vízhez, hiszen nem csak a mondjuk a strandfürdőkre kell itt gondolni, hanem a szabadvízi partok is, ugye rengeteg embert vonzanak, és valahogy úgy az ember vonzódik hozzá. Tehát úgy gondolom, hogy az egyén is kötődik magához a vízhez, és a társadalom számos szektora is kötődik a vízhez. Visszagondolunk arra az aszályos és vészhiányos nyárra, amit magunk mögött hagytunk, azért azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt 120 év, tehát mondjuk ember emlékezet óta nem volt ilyen. Karcagon is például ki tudom emelni, hogy az első fél évben, tehát 2022. január 1 és június 30-a között 94,6 mm csapadék hullott, ami nagyon nagy károkat vetített elő, nagyon nagy volt az öntözési vízigény is, mindezzel párhuzamosan az, hogy a gazdálkodók csökkenteni tudják azokat a károkat, amiket ez a rendkívüli aszály okozhatott volna. Ebben mi ugye közreműködtünk, mint területi szervezeti egység, és ugye, ha most megnézzük, az év végére ez 390 mm körülre normalizálódott, hogy mondjuk így, de az éves átlag mondjuk Karcagon az 520 mm. Tehát látszik az, hogy még mindig több mint 100 mm-nyi csapadékhiány volt a tavalyi évben, aminek a tenyész időszakban, tehát az április-tól tartó időszakban volt a nagy része. Ugye látszik azt is, hogy a október-november-december körül már megindult egy kicsit csapadékosabb év, ami évszak vagy időszak, ami ugyan megpróbálta pótolni ezt a mínuszt, de mégsem sikerült. Mindannak ellenére azért a belvízképződési folyamatok elindultak, hogy egy nagy talajtani és légkörű aszállyal szembesültünk a nyáron, majd azt követte egy csapadékosabb időszak, a belvízképződési folyamatok megindultak. Itt ugye szivattyúpeket kellett indítani, sőt ugye a karcagi és kisújszállási szakaszot másodfok van, tehát az azt jelenti, hogy 24 órás szolgálat van. Viszont a kérdésre, ugye természetesen a vízügyi szakmát a hivatásának tekinti, én annak tekintem, az gyakorlatilag eleve 0-24-ben gondolkodik ebben a dologban, tehát ugye ha van valami olyan probléma vagy igény, amit azonnal el kell hárítani, vagy meg kell oldani, vagy orvosolni kell, akkor nincs olyan, hogy jön egy telefon este, és akkor én azzal nem foglalkozom. Ez eddig sem volt így. Tehát, hogyha valaki engem munkaidő után is felhívott, vagy megkeresett, hogy ilyen-olyan problémája van, nyilván segítőkészen álltunk ehhez a problémához, és talán ez az alapja annak, hogy itt a területen élő gazdálkodókkal nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolunk mindenkivel, és közelünk abban, hogy az ő problémájukat is meg tudjuk oldani, vízkormányzásokat megtenni, szivattyútelepi üzemeket indítani, tehát ez mindenben mindenféleképpen mi rendelkezésre állunk a gazdálkodóknak, a társadalomnak egyben. Hát akkor én azt kívánom, hogy gitárosként is és az együttesben is legyenek szép szakmai sikerek, és hát az új megbizatásához pedig én kitartást kívánok, ami önben azért megvan, kevés belvizet és kevés árvizet, és hát azt, hogy sikerüljön megvalósítani a megyénkben azt, hogy mindenki elégedett legyen az önök munkájával. Nagyon szépen köszönöm. Én pedig önnek a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet.